Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy multiboot USB-s pendrive-ot fogunk készíteni. Mi ez az eszköz? Ez az eszköz arra szolgál, hogy van egy pendrive-od, arra rámásolod, ismétlem rámásolod a Linux telepítő eszközt, azt az ISO file-t, amit te éppen letöltöttél, nem egyet, hanem akármennyit, és utána evel a pendrive-val indíthatod azt az adott disztribúciót telepítő ISO-ját. Ki tudod választani a menüből, ha újraindítod a gépedet, hogy melyik induljon, azaz nem az a helyzet, mint általában, hogy fogsz egy pendrive-ot, bedugod és átírsz egy darab ISO-fájt, az lehet mondjuk 2-3-4 giga, a pendrive-od 16 giga, és az egészet elfoglalja, nem tudod a maradék helyet használni. Itt több ISO-fájt másolsz rá, és annyit rá tudsz másolni, amekkora tárhely van a pendrive-odon, illetve hogyha csak egyet, kettőt, hármat másolsz rá, akkor természetesen a fent maradó helyet használni is tudod. Alaptelepítésnél, illetve alapindító pendrive készítésénél nem így működik, hiszen egy-két gigás ISO-fájt ráinstalálsz, vagy rámásolsz DD-vel, vagy akármilyen programmal, akkor utána arra már nem tudod a maradék helyet másra használni, hiszen az egészet el fogja ő foglalni. Erre van egy nagyon-nagyon jó kis eszköz, amit szeretnék bemutatni. Miért? Mert volt róla egy cikk, és a cikk után több olyan visszajelzést kaptam, hogy hát bizony ő nem tudja ezt használni, mert terminálos. Azt szeretném bemutatni, egyrészt az, hogy ez az eszköz nagyon jó, hiszen helytakarékos, két ISO-t rámásolsz, annak mondjuk 6 giga a tárhely foglalása, a maradékot fel tudod használni, adattárolása, akármilyen egyéb feladatra, ráadásul majd végigmegyünk az előnyein is, arról is szól a cikk, természetesen sok olyan előnye van, ami igazából a többi indító lemez, indító pendrive készítő eszközzel szemben nagyon-nagyon hasznos. Oké, két irányba fogunk menni. Egyrészt bemutatom a programot, hogyan működik, másrészt kis magyarázatokat fogok hozzáfűzni. Aki olyan haladó, és azt, hogy már használ terminált legalább kétszer, annak igazából ez a videó nem lesz túl hasznos, hiszen elolvassa a cikket, vagy felmegy a Venetoy-nak a saját oldalára, és utána már hát ezeket a lépéseket meg fogja tudni tenni. Oké, első gondolat az természetesen az eredeti cikk a magyarlinux.hu-n a saját blogomban jelent meg. És hozzáteszem, érdemes időnként felnézni a Linux mint magyar közösségnek, azaz a linuxmint.hu oldalán lévő blogra. Azért, mert a cikkeim egy része oda is átkerül, engedélyezte az ott lévő adminisztrátor, és ami nagyon jó, alatta különböző megjegyzések, hozzátett gondolatok, kiegészítések is meg szoktak történni. A másik, amiért érdemes ezt az oldalt, a Linux mintes oldalt használni, illetve oda menni, hogy van blog része is, azaz a blogokban előfordulnak olyan írások, amik számodra hasznosak lehetnek. Kimarite és több olyan kollega is van, aki előszeretettel ossza meg a gondolatait, előszeretettel mutogat be olyan programokat is, amit én nem használok, vagy engem nem érdekel, vagy éppen az ő eszköztárába ott van és szeretné bemutatni, és ezeket meg fogod ismerni. Azaz, egyrészt a linuxmint.hu oldalt, a blog részt, vagy az egészet is, hiszen fórum is van, érdemes lekönyvjelzőzni, és hogyha gondoljátok és értékesnek találjátok azokat az írásokat, akkor a magyarlinux.hu-t és a saját blogomat is érdemes lekönyvjelzőzni. Jellemzően szombatra időzítem az itt megjelenő cikkeket, így bizony, ha valakinek nincs kedve folyamatosan hát figyelni az oldalt, vagy könyvjelzőzni, vagy feliratkozni a hírlevélre, az is van, valahol van ám olyan, hogy igen, hírlevél feliratkozás, ha erre nincs kedved, akkor szombatonként délután felnézel és megnézed az új cikkeket. Oké, induljunk is neki a dolognak. Multiboot USB Linuxhoz. Ez nem teljesen igaz, mert a Venetoy nevű eszköz nem csak Linuxhoz alkalmatos, hanem természetesen alkalmatos Windows alatti használatra is, és akkor Windows alatt is ugyanezeket a
eszközöket, ugyanezeket a lehetőségeket, persze természetesen más kinézettel és más metódussal el tudod készíteni. Nagyon praktikus! Nagyon praktikus eszköz. Oké, a Linux telepítés már USB drive-okról történik, hát nyilvánvalóan nem DVD-re irogatod ki az eszközöket. Ha valaki egy darab ISO-fájt szeretne egy 4-6-8 gigás pendrive-ra rátölteni, és arról indítani az eszközt, tehát a telepítés, annak igazából ezt nem biztos, hogy a Ventoyt kellene használni. Van egy nagyon jó kis cikkem, bocs, hogy így mondom, de én készítettem, és hát a saját gyerekem mindenkinek a legkedvesebb, hogyan lehet telepítő USB-t készíteni egyszerűen egy darab parancssal a Linux alatt, úgyhogy nem használsz hozzá más, csak az alap parancsokat és egy DD-nek nevezett kis eszközzel kiírod a pendrive-ra. Professzionális kis gondolat, gyorsan meg lehet tenni. Nyilvánvalóan, ha több disztribúciót szeretnél egy pendrive-ra rákényszeríteni, régen ez nagyon-nagyon nehézkes volt, azaz egy pendrive-ra több disztribúciót felrakni és még a maradék helyet is felhasználni, akkor ezt a Ventoy nevű kis eszközt kell használni. Multiboot Linux USB. Na hát itt meg is mondtuk mindent. Miért érdemes ezt az eszközt használni? Mint tud a Ventoy? Miért olyan jó dolog ez? Azért, mert nagyon könnyű telepíteni. Letöltjük majd, kicsomagoljuk és indítjuk. Használni nagyon egyszerű, 3 lépéses a használata. Elkészíted a pendrive-ot, ez egy parancs. Ehhez a parancshoz kell egy felderítő művelet, ahol felderíted azt, hogy melyik pendrive-ra szeretnéd ezt a műveletet elvégezni, tehát melyiket szeretnéd elkészíteni a Ventoy használatára. Ez a 2. Harmadik természetesen micsoda? Az, hogy fogod az ISO fájlokat és egyszerű másolással a megfelelő eszközre, erre a Ventoy pendrive-ra rá fogod tolni, másolni. Okozhat ez gondot? Nem, nem okozhat semmi gondot. Gyorsaságát az adja, hogy a hagyományos egyéb telepítési mód, illetve indító pendrive elkészítése úgy működik, hogy az ISO fájlt kibontják és úgy helyezik rá, nagyon leegyszerűsítettem a témát, a pendrive-ra, hogy bizony ott egyértelműen egy pendrive-szerű, egy DVD-szerű, egy ISO-szerű eszközt fogsz kapni, ami nem egy egyszerű fájl másolás, hanem azért ennél egy kicsit bonyolultabb, hosszabb ideig tart. Gyors, ő kezeli a 4 gigánál nagyobb telepítő eszközök ISO fájlokat is, tehát ezzel nem lesz gondod. Nem kell kibontani az ISO-kat, ezeket a telepítő képeket, hanem egyszerűen másolod. Ennél gyorsabb dolog nincs. Ez támogatja a Legacy meg az UEFI módot is. Egyértelműen szinte minden típusú operációs rendszer támogat. Megnézheted a Ventoy oldalán 260 ISO fájlt támogat, alapból ezzel kipróbálták. Én 2 darab, illetve 1 darab olyannal, ami nincs a listában, és 1 darab olyannal, ami a listában van, azzal teszteltem múltkor, és azzal is fogom bemutatni a használatát. Bizony, nincs más teendőd, letöltöd a kedvenc disztribúciód ISO fájlját, és rámásolod, hogyha már kész van a Ventoy pendrive-od. Nézd meg, hogy a 260 között Windows-os lemezképek is vannak. Vannak rendszer visszaállításra készített lemezképek is, memóriatesztelése, alkalmatos, rendszer manipuláló lemezképek is megtalálhatók, azaz ne csak abba gondolkodj, hogy jó, oké, persze, van egy kedvenc disztribúció, meg még egy, és ki akarom próbálni mindegyiket, egy pendrive-ról indítva, és akkor bizony, hát bizony gyorsabban fogom megnézni őket, nem kell mindig újraindítani a Linuxot, és kiírni az ISO fájlt, és újraindítani a gépet, hogy az újabb disztribúcióról, annak a lemezképéről tudjunk indulni, tehát azért ne csak ebbe gondolkodj, hanem egy rendszer visszaállító eszközbe is, egy rendszer karbantartó eszközben is tudsz gondolkodni, bármilyen lemezképet használhatsz vele, ami éppen elindul. Előfordulnak olyan
eszközök, amik nem indulnak el esetlegesen. A használata egyszerű, felmész a venetoy.net oldalára, és örömmel látod, hogy bizony 260 plusz isofájt teszteltek, ha van kedved, rákattinthatsz a listára, és meg tudod nézni. Oké, szuper! Hát én nem szoktam nézegetni, mert letöltöm a megfelelő ISO-fájlokat, aztán vagy működik, vagy nem. Gyakorlatilag fölösleges véleményem szerint betallózni, megnézegetni, hogy bizony ezzel működik, vagy nem. A puding próbálja, úgyis az evés. Nézzük is meg, új kiadás, 23-án az új kiadás, ez volt. Rákattintasz, megpróbálkozol eltalálni a Linuxot, természetesen rákattintasz a Linuxra, és oda battyog a GitHub oldalára, és betallózod újra a Ventoy 1.0.14 Linux. Ez a legfrissebb, ha Windowsod van, természetesen a Windows-t. Ha forráskódot szeretnél letölteni, akkor a forráskódot. Én ellenjavallom, aki engem itt hallgat, mert nem tudta kezelni esetlegesen ezt az eszközt, hogy forráskódból forgassa, nem neki való, rákattintasz, és le fog jönni, másodpercek alatt lejön, mi a következő teendő, megkeressük, hogy hova töltötte le, nekem a letöltések mappába megy, Ventoy megvan, örömmel látjuk azt, hogy én már készültem, avval, hogy a magyar Arch Linuxnak a telepítőjét, illetve az MX szívem csücske 19.1-es telepítőjét leszettem, látható 64 bites a gépem, nagyon egyértelmű a dolog, ezeket fogjuk használni, de hát először is rákattintunk a letöltött Ventoyra, kicsomagolja, használj olyan fájlkezelőt, válasz olyan grafikus fájlkezelőt, ami számodra azokat a műveleteket, amiket én itt bemutogatok, alapból tudja. Én, ahogy tudjátok, a Space FM-et használom, ez egy viszonylag haladóknak való, nagyon egyszerű, de azért egy kis kézi munka azért kell hozzá, mert nem mindig ott vannak a gyors billentyűk, ahol éppen kellene, de legalább négy panelos, tehát hogyha négy panelt akarsz, akkor négy panelod van, ha egyet akarsz, egy panelod van, ha kettőt, hármat természetesen, azt is tudja. Kicsomagoltuk az eszközt, rákattintunk, Ventoy, és bemegyünk. Mit látunk? Vannak alapkönyvtárak, illetve van egy indítható fájl, azaz egy SH, egy script, egyébként egy script, amiben, hogyha akarsz, bele is nézhetsz. Ennyi az egész. Tehát ez nem egy bonyolult program, nem egy nagy program, gyakorlatilag pár könyvtár meg egy scriptből áll. A következő lépés, hogy elindítasz egy terminált. Elindítunk egy terminált, nekem nagyon egyszerű a terminál, az adott könyvtárba való terminál elindítása, rákattintunk, és elindítunk egy sima terminált, ahogy láttátok, az F4-eshez van hozzárendelve az adott terminál, de akár innét is indíthattam a gyorsindításából, vagy akármi az adott könyvtárban látható, hogy a Ventoy 1.0.11-esből indult a terminál. Érdemes olyan fájlkezelőt használni, aki ezt tudja. A legtöbbe úgy indul az adott könyvtárba, pontosan abba benne, és ez nagyon fontos. A terminál, hogy van egy jobb klik, és kiválasztod, hogy terminál indítása ebből a könyvtárból, vagy hasonló. A következő lépés, puskázzunk! Nézzük meg, hogy a leírásomat tudjuk-e követni, vagy éppen a Ventoyon lévő leírást tudjátok-e követni. Fdisk kötőjel L, visszamegyünk a terminálba, bepötyögjük, hogy Fdisk kötőjel L mit ír ki? Kiírja, hogy engedély megtagadva. Azért így indítottam, hogy vegyük észre, hogy ehhez sudo kell, azaz rootként kell ezt belépni. Te leszel a rendszergazda, figyelj rá, ez nagyon fontos figyelmeztetőjel. Ha te azt látod, hogy valami előtt az van, hogy sudo, vagy azt mondják, hogy rendszergazdaként használt, vagy emelt joggal használt, ott tripla figyelemmel kell dolgozni, megadjuk a jelszót, én megadom a saját erre rendelt jelszót, és elindul valamit csinál az eszköz. Megkeressük azt az eszközt, a végzet, amire telepíteni szeretnénk. A telepítés számomra nagyon egyszerű,
Mert én tudom, hogy egy 14, 15, 16, hivatalosan 16 gigás eszközre akarom telepíteni, végiglapozzuk, hol találunk olyat, hogy 16 giga, itt van. Itt van a 16 gigás, és megnézzük, hogy mi az ő neve. A Linux alatt úgy vannak az eszközök, ilyen lemezek, akármik besorolva, nem úgy, mint a Windows alatt, hogy C, D, A, F, meg egyéb, hanem a per def, per SDF. Ő az F-fel jelzett eszközünk. Megjegyezzük, ha kezdő vagy, nem megjegyzett, hanem felírod def per SDF. Fölírod, ne felejtsd el. A következő lépés, menjünk végig, amit én leírtam. A sudo, azaz emelt joggal SH indítjuk a Ventoy 2 disk SH-t kötőjel ível, és per dev per SD, és megjegyeztük, hogy SDF lesz a neve. Én egyszerűség kedvéért kifogom ezt másolni, és a következő lépés, hogy beilleszted, vagy beirogatod az adott könyvtárba, ahol a letöltésed és a kibontásod, kicsomagolásod megtörtént. Ezért mondom, hogy mindig használjunk olyan fájlkezelőt, ahol van olyan lehetőség, hogy az adott könyvtárba is megtudod, ahol tartózkodsz, meg tudod nyitni a terminált, és nem kell az egész elérési utat beírni. Természetesen azt is megteheted, hogy CD-vel, ez egy parancsoros program, szépen belépkedsz az adott könyvtárba. Abban a könyvtárba kell természetesen megadni a parancsot, ahol a script van. Majd a végén ki fogok arra térni, hogyan lehet ezt kikerülni, de alapesetben erre kezdőknek, illetve akik nem akarja a Ventoyt sokszor használni, nincs szükség, az már egy kicsit haladóbb gondolat. Oké, beírod ezt a parancsot, és megadod az X helyet. Én azért írtam oda X-et, mert ilyen nem nagyon szokott előfordulni, hogy a pendrive-nak SDX lesz a neve, beírod azt, amit kell, egy F betűt leenterezed, azt kérdezi, hogy bizony akarod-e, mert a dev per SDF-ről el fog tűnni az összes adat, el fogom tüntetni. Beütöd az Y-t, enter, még egyszer megkérdezi, figyeljünk rá, duplán ellenőriz, utána nincs sírás, rivás és panaszkodás, hogy eltűntek az adataid, nem, itt bizony kétszer rákérdez. Ez azért van, véleményem szerint, és ezt nagyon jól megkészítette, aki ezt a programot készítette, mert az emberek általában megszokták Windows alatt, hogy úgy telepítünk, hogy nyomkodjuk mind a bolond az olajtót, a next, 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 yes, yes, yes gombot, és akkor minden lemegy, és nagyon szuper lesz. Itt azért tudni kell egy-két dolgot, és ezért ellenőrzi, hogy az automata yes gomb nyomása, y nyomása azért még egy ellenőrzésen is átmenjen, és igen, és hát bizony, itt valami probléma van. Azt mondja, hogy az SDF2 fel van muntolva. Hát bizony, tegyük meg azt, hogy Ctrl-C-vel ezt megszüntetjük, és egy trükköt mutatok, ha nektek ilyet fog csinálni. Az első gondolat az, hogy elindítjuk a lemezek nevű eszközt, ez a GNOME disk. Rákattintunk, megkeressük a céleszközt, ez egy megoldás, ezen kívül sok minden van, és itt lekapcsoljuk. Tehát lecsatlakoztatjuk az eszközünket, megnézzük az EFI részt is, lecsatlakoztatjuk. A másik megoldás, hogyha véletlenül semmiképp nem akarja elkészíteni a Ventoy pendrive-ot ez az eszköz, mert különböző hibákat dobál, akkor azt érdemes csinálni, hogy szintén elindítod a GNOME Disk nevű eszközünket, és mínuszra nyomva ezt és ezt a partíciót el fogod tüntetni. Általában a lecsatolás az elegendő. Le tudod csatolni máshogy is, csak meg akartam mutatni, hogyha véletlenül még a lecsatolás az unmont után is problémáid lesznek, akkor itt eltünteted a két partíciót, és utána már egy üres lemezre fogsz dolgozni. Na, vissza az előzőekhez. Elindítjuk a parancsot, enterrel megnézzük, hogy az F, ami kell, az van-e beállítva? Igen, akkor kap egy yes-t. Megint megnézzük, hogy az F van-e beállítva? Igen, az van beállítva, ami neked. Lehet, hogy neked nem
az F betű lesz ott a helyes, hanem amit kikerestél erre, nagyon figyelj, megint egy ilyet nyomsz, és elindul a partícionálás, és meg is történik. Ennyi. Hát most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, 24 szekundum alatt futott le, azaz 24 másodperc alatt elkészítettünk egy előkészített pendrive-ot. Ezek után nemes egyszerűséggel becsukjuk a terminál ablakunkat. Miután becsuktuk a terminált, indítunk egy fájlkezelőt, és bemegyünk abba a könyvtárba, ahol nekünk valami teendőnk van. Ez a könyvtár a pendrive-odon lévő első partíció. Na hát ez elég ijesztően hangzik. A Space FM képes automatikusan felcsatolni a megfelelő helyre a pendrive-okat, és ebbe a listába meg lehet találni, ezt lehúzom, hogy lássuk, meg lehet találni, ha véletlenül neked nem csatolja fel a fájlkezelőd automatikusan a pendrive-okat, akkor fogod magad, és szépen belnavigálsz a run per media per a te neved, tehát felhasználói neved, és Van Toy nevű könyvtárba. Előfordulhat olyan disztribúció, ami nem ezen az elérési úton csatolja fel, hanem a főkönyvtár média te neved Van Toy, vagy akármi másik helyre, de hát ez a te disztribúciót tud, hogy hova csatolgatja fel a dolgokat. Belépsz ide, egy üres könyvtárat találsz, egy totál üres könyvtárat, aminek úgy mondjam a mérete 14 GB, megkeresed azt, hova letöltötted a ISO fájlokat, és kijelölöd egyszerű húzással, áthúzod ide, és megvárod természetesen a te eszközöd sebességétől függő időt, hogy szépen ő oda bemásolgatja. Én a Magyar Linuxnak, erről volt egy kis videóm, amit érdemes megnézni, egy Arch alapú telepítő eszköz, ami jó közelítéssel elmondható, elég alap dolgokat telepít fel, tehát olyanoknak való, aki alulról építkezve szeretné felépíteni az Arch-ot, de igazából nem szeretne terminálos telepítéssel kilódni, erre nagyon-nagyon megfelelő. Az MX-et meg mindenki ismeri, egy Debian alapú disztribúció kezdőknek, középhaladóknak kifejezetten ajánlom, mert nagyon-nagyon kényelmesen össze van rakva, és nagyon jól tudod használni. Szépen lassacskán lefut a másolat, és utána mit fogunk tenni? Újra fogjuk indítani a gépünket. A gép újraindítása után mit kell tenni? Azonnal megnyomod azt a gombot, ami előhozza a indító lemez választékodat. Ezt te fogod tudni, hogy melyik gomb ez. Nekem az F8-as, és akkor kapsz egy választást, hogy melyik lemezről induljon a rendszer, azaz megkeresed abba a listába a pendrive-odat, és arra kattintva majd egy pár másodperc után elindul a pendrive-ról a rendszer, és akkor kapsz egy ehhez hasonló, ez a kép a Van Toy oldaláról származik, hiszen én a bootolási folyamatról nem tudok képet csinálni, az két gép kellene meg. Egyéb eszköz, és ott kapsz egy listát. A felmásolt ISO fájlokat ő berakosgatja ebbe a listába, és ki tudod választani. A választás az, amit te kiválasztasz, és rákattintasz, illetve oda léptetsz, és egy Enter nyomásával az a telepítő, azaz ISO, azaz élő lemezkép el fog indulni. Sokat be tudsz rakni egyszerű másolással. És mi a másik előnye? Visszamegyünk a fájlkezelőhöz, indítottuk a rendszert, kipróbáltuk egyéb, és mit látunk itt? 12 GB free, 12 GB free, azaz van még a lemezen 12 GB-nyi hely. Ide te bármit be tudsz másolni, bemásolom a Van Toy-nak a dolgát, tehát azt a targézét, azt a tömörítvényt, amit letöltöttem, és adatokat is tudsz tárolni. Ellenben egy hagyományos pendrive, indító pendrive-val bizony itt nem lenne üres hely, hanem akár 1 giga, 2 giga, akárhány giga,
a ISO-fáj az egész pendrive-odat elfoglalná. Az elején ígértem, hogy egy kicsit beszélgetünk a PAT-ról, az elérési útról, és hogyan lehet egy fájt, egy programot, egy scriptet, vagy akármit úgy megoldani, hogy az bárhonnét elérhető legyen. Természetesen ez már nem az adott témához tartozik, de felmerült bennem, hogy érdemes elmondani. A PAT, azaz P-A-T-H, az egy olyan dolog, amiben felsorolják azokat a könyvtárakat, amelyikben a shellet keresi a parancsokat. Kiadsz egy parancsot, ezekben a könyvtárokban nézi meg, hogy ilyen nevű akármi shell, vagy parancs, vagy egyéb van-e, és ezeket érdemes kibővíteni saját célodra. Én ezt úgy oldottam meg, hogy a saját könyvtáromban Home Laci könyvtárba egy bináris könyvtárat létrehoztam, ami sima könyvtár, igazából nem egy plusz dolog, tehát ebben semmi extra nincs, egy sima könyvtár, és elhelyeztem azokba a fájlokba, az elérési út meghatározó sorokba ezt a könyvtárat is, amelyikbe kell. Kettő ilyen fájl van, ha te bast, azaz BASH-t használsz, akkor természetesen a pont BASHRC. A bas, H és az RC között nincs pont, tehát erre nagyon figyelj, én egy-kétszer elütöttem, amikor kerestem, mert hát nyilvánvalóan az ember megszokja, hogy a kiterjesztés, meg egyéb, na mindegy, ebbe, vagy hogyha ZSH-t használsz, mint ahogy én, akkor a ZSH-RC-be lesznek azok a sorok, amit ki kell egészíteni. Hát nézzük is meg a ZSH-RC-nek a kiegészítését, ezt megnyitjuk, én megnyitom. A Sublime Text-tel ez egy kellemes szövegszerkesztő, inkább kódok szerkesztésére kitalált dolog. Nézzük is meg, hát PAT-ról beszélünk, P-A-T-H-ról beszélünk, akkor hát ilyen sort kéne keresni. Van valahol az elején, végén, attól függ, hogy milyen a felépítése, egy olyan, hogy export, tehát légy szíves ezt indításkor beexportálni az agyadba, a PAT változott, tehát az elérési út változott, ez legyen, ez sima felsorolása egy csomó könyvtárnak a felépítése, nagyon egyszerű, felsorolja, hogy per USR, per lokár, per bin, ebbe keressél, légy szíves, megint kettős pont, home per laci per pont lokál bin, ebbe légy szíves keresni, meg az egyéb PAT változókba. Ezt kiegészíted akár az elejére, akár a végére beírod, hogy dollárjel, home nagybetűkve, tehát a saját könyvtárod per bin, amit létrehoztál. Azt a könyvtárnak az útját, és nyilvánvalóan a végére másik elérési út közé beraksz egy kettős pontot, avval választod el, így szépen egymás után felsorolod. Miután ezt lemented, és elindítod újra a terminálodat, már tudni fogja, hogy az elérési útba bekerült a saját könyvtár BIN könyvtár, és ha abba teszel akármilyen indítható, vagy indításra alkalmatos programokat, akkor bizony azt meg fogja neked találni, úgyhogy akárhol beírhatod. Kényelmes, mert nem kell bemenni abba a könyvtárba és pont per akármi parancsot kiadni, hanem akárhol kiadod azt a parancsot, az működni fog. Ez nagyon kényelmes. Mi ennek a hátránya? Hogy te azt mondtad ennek a rendszernek, hogy a per bin könyvtárba keressen. Igen, ez egy könyvtár. Oké, beleraksz 1, 2, 3, 4, 5 darab indítható fájlt, scriptet, akármi, akkor nincs baj. De hogyha ezekhez tartozik, mind az előbb bemutatott USB készítős termékhez alkönyvtárak is, akkor az az alkönyvtárakban is jó lenne, ha keresne, vagy szeretnéd te berendezni alkönyvtárakba a programokat, amit a BIN könyvtárba szeretné elrakosgatni. Miért? Mert különben akkora káosz lenne, hogy a végén semmit nem találsz meg, ha mindent egybe ömlesztesz, akkor természetesen jó lenne, hogyha megadhatnád azt is, hogy a BIN könyvtáradnak az alkönyvtáraiba is keresgéljen. Hát ezt kétféleképp tudod megadni. Az első, az előbb bemutatott, hogy bizony beírod, hogy dollárjel, home per BIN per akármi, amilyen nevet adtál az adott alkönyvtárnak, és az összeset felsorol. Na hát természetesen ez nagyon távol áll tőlem, mert a felét elfelejtem, ha valamit elrontok, hát ez nekem nem jó, körbenéztem az interneten, és bizony másnak is felmerült az, hogy egy
könyvtárba, ami a elérési útvonal részeként szerepel, abban jó lenne, hogyha automatikusan az alkönyvtárakat is végiglapozgatná. A következő sort, egyébként erről van egy cikkem, tehát azt érdemes elolvasni és azt bemásolgatni, hát kitalálták az okos emberek, nálam lényegesen jobban programozó emberek, hogy bizony a padba, az elérési útba be lehetne tenni egy olyan parancsot, hogy find, azaz keresd meg a saját könyvtáromba, a binbe, ez lehet más is, ha te mást adtál meg, az összes D, azaz könyvtár típust, és légy szíves ebbe az egészbe úgy beprintelni, ebbe a pad sorba beirogatni, és akkor az alkönyvtárakat megkeresi, és automatikusan a fellelt alkönyvtárakat ő szépen be fogja irogatni automatikusan a változóba, és utána azokat is keresi, hogyha te az beírod. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki nekem a BIN könyvtáram. Nagyon egyszerűen a BIN könyvtáramban rákattintok, itt van a Blender, a Blendert is szoktam használni, mindig a legfrissebb verziót ide beletöltöm, egy Tor browser, tehát egy keresőnek a binárisai vannak itt bent, hogy ne kelljen mindig telepítgetnem egyéb, itt van a CHK Rootkitnek a könyvtára, erről már volt szó, írtam róla, keresi a gyanús programocskákat, a férgeket a gépeden, időnként le kell futtatni, igen ám, de hogyha te ezt letöltöd és beleteszed a letöltések mappába, na hát oda jön le, ahogy láttátok nekem az internetről, kibontod, és akkor ott van, ami nincs bent a letöltések könyvtár logikusan. Az elérési útba, hát az bizony mindig bele kéne oda menni, és onnan elindítani, nem jó. Beleraktam ide, és az alkönyvtárakba is a parancs, az előbbi kiegészített parancs szerint keresni fog a CIBbank internetes felületét. Evel tudom elérni egyértelmű, hogyha beömleszteném ide az összes fájt, ami kellene, nem találná meg. Utána a Ventoynak a dolgait bemásoltam, maga a script itt van, itt vannak azok az alkönyvtárak, amiket ő magával hozott, és bizony, hogyha én bárhol, bármikor beütöm ezt a parancsot, hogy Ventoy 2DX SH, akkor bizony el fog indulni, tehát nem kellek ide jönni, vagy ahonnan letöltöttem és kibontottam és oda belemenni, minden honnan itt elérhető, és itt vannak a appimage fájlok, persze lecsomkolva mindenféle kiterjesztések, egyebek, és utána, hogyha én beütöm bárhol, hogy KDN Live, az el fogja indítani ezt a fájt. Nekem nem natívan van telepítve, hiszen beszéltem már többször róla, hogy én az appimage-et, tehát a napi készítésű, hát beta verziói KDN Live-ot is használom, hát bizony ez nagyon jó, és a maszkod is itt van, szintén appimage, és ide be van írva, meg egy kis Python script a feliratok letöltésére. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, összefoglalva, nagyon egyszerű az általam bemutatott program, pár teendőd van, megkeresed azt az USB-s kütyüt, amire telepíteni szeretnéd, elindítod a telepítő programot, vannak vele problémák, lehetnek, inkább azt mondom, mert ő egy felcsatolt, felmuntolt eszközt nem fog irogatni, hát bizony ezt megmutattam, hogyan lehet megoldani, a következő gondolat pedig miután lefutott az a 24 másodperc, utána már csak a könyvtárába, az adott USB első partíciójára bemásolod azokat az isokat kibontás, változás nélkül, ami neked szükséges, bemásolod, elindítod újra a gépet, már arról is tudsz bootolni, ha pedig már nem tetszik az az isó, vagy újabb van, vagy ki akarsz próbálni másikat, ami rajta van, letörlöd és beteszel, bemásolgatsz bármi egyebet. Kitértem egy kicsit arra, hogy az ilyen hasznos és sokszor előkerülő, többször használatos dolgokat, skripteket, programocskákat, ha nem natívan van telepítve, tehát nem a tárolódból telepíted, vagy nem te fordítod és rakosgatja ő saját magát el olyan helyre, ahol te eléred, azaz bent van az elérési útba, akkor érdemes létrehozni egy saját gyűjtőt, saját könyvtárat,
azt alkönyvtár rendszerrel ellátni, megmagyarázni azzal az egy sorral, hogy findelje, keresgélje meg már az adott könyvtárba a könyvtárakat, és legyen szíves automatikusan beírogatni saját magának az elérési útba, akkor utána kényelmesebben tudsz dolgozni. Egyik se volt olyan nagy dolog, ami hű, megváltottuk a világot, de ezeket a piciségeket, ezeket az abszolút egyszerű, az interneten fél másodperc alatt megkereshető dolgokat érdemes úgy átgondolni és használni, hiszen ez teszi iszonyatosan kényelmessé az én Linux használatomat. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek kellemes pendrive irogatást és disztribúció kipróbálgatást kívánok, hiszen ennek az is a célja, hogy ki tudj próbálni egy disztribúciót élő képen keresztül, tehát ne kelljen neked feltelepíteni, ne kelljen neked VirtualBox-ba berakosgatni, és úgy ki tud próbálni, és azt tud használni, ami számodra fontos. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!